Miközben a sziámi ikreket szétválasztó magyar orvoscsoportnak az emberhez? Biztosan te is hallottad a hírt, hogy Bangladesben egy magyar orvoscsoport próbálja meg a koponyájuknál fogva összenőtt ikreket szétválasztani. Hangozzék el a nevük is: Csókai András, Hurák István és Pataki Gergely. Jelenleg ők a világ legjobb ér- és idegsebészei. Azt az eljárást, amivel az összenőtt agyi érszakaszt szétválasztották, jelenleg a világon rajtuk kívül senki nem tudja megcsinálni. Pedig ők is úgy kezdték, hogy jelentkeztek az orvosi egyetemre, és felvették őket. És még az is lehet, hogy nem is elsőre. És aztán tanultak, és jelenleg ők a világ legjobbjai. Amikor valaki csatlakozik egy MLM céghez, nyilván nem világbajnok, hanem egy kezdő. Mit szólnál, hogyha mondjuk a csatlakozásod után egy héttel valaki rád íratná a több ezer fős hálózatát? Hát gondolom, nagyon örülné, mert wow, egy több ezer fős hálózat az bármelyik cégnél komoly passzív jövedelmet eredményez. De gondoltál arra is, hogy mit kezdenél vele? Tehát hogyan vezetnéd, hogyan inspirálnád a vezetőidet, hogyan kezelnéd azokat a felmerülő problémákat, amik egy ekkora hálózatban vannak? Hogyan sikerülne a példamutatás? Ugyanis az MLM-nek van egy átkozott és áldott tulajdonsága, ez a másolódás. Az emberek mindig azt másolják, amit fentről látnak. Tehát figyelik a vezetőiket, és ha a vezetőjük passzív, akkor valószínűleg ők is azok lesznek. Hogyha csetlik-botlik, akkor ők is azt teszik. Viszont hogyha a vezetőjük aktív és nagyon jól csinálja, viszi az ászlót elől, az már önmagában lelkesítő, és az emberek követik. És van még egy dolog, ami ennek a hátterében van. Popper Pétertől hallottam egyszer egy előadásában, hogy az emberek egyetlen egy dolgot nem képesek elviselni, hogyha nem fogadják el őket. Tehát ha téged nem fogadnak el gyerekként, vagy szülőként, vagy munkatársként, vagy barátként, vagy nőként, vagy férfiként, azt nem bírod elviselni. Ezért ösztönösen mindent megteszel, hogy elismerést kapj, hogy elfogadjanak. Ez az élet minden területére igaz, így van az az MLM-ben is. Tehát, amikor csatlakozol egy MLM hálózathoz, akkor is azt kell megcélozni, hogy egyszer egy több ezer fős hálózatot fogsz vezetni. Mintha mondjuk felvennének, nem tudom, gyakornoknak egy nagy céghez, és azt lőnéd be, hogy egyszer majd te leszel a vezetőigazgató. El kell sajátítani azokat a tulajdonságokat, amik ehhez kellenek, mert egyébként soha nem lesz akkora hálózatod. Mert egyszerűen a személyiséget határozza meg a sikeredet, tehát nem fogod tudni megugrani azt a szintet. Csókai András, Hurák István és Pataki Gergely is lehettek volna teljesen hétköznapi orvosok. De nem azok lettek, mert többre vágytak és megtették, ami ehhez kell. Én megmondom őszintén, hogy ha a hálózatépítési munkám során találkozok valamilyen problémával, akkor én arra szoktam gondolni, hogy az én felső vonalam, a különböző emberek hogyan reagálnának erre. Mert ha én nekem sikerül úgy reagálnom egy helyzetre, mint ahogy véletőleg ők reagálnának, akkor azt gondolom, hogy egy lépéssel megint közelebb kerültem ahhoz a szinthez, ahol ők már vannak. És azáltal az ember könnyebben tud fókuszálni az igazán fontos dolgokra. Könnyebben tudja inspirálni a munkatársait, hiszen ez egy olyan pálya, ahogy a kuplé énekli, hogy egyedül nem megy. Ha nem szeretnél lemaradni a további videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Hogyha van egy kérdésed, amire szeretnél választ kapni, akkor írd ide a videó alá kommentben. Tarts velem és vágj csak azt!